Pár mondatot szeretnék mondani, hát magáról erről az egész online rovartaniról. Úgy gondolkodtam ma, hogy vajon miért nem tartottunk egy évig egyetlen ilyen rovartanit sem, és hát szerintem eddig tartott az átmeneti időszak, amíg rájöttünk, hogy nincs vége a járványnak, és nagy valószínűséggel még egy darabig nem is lesz, úgyhogy muszáj valamit kezdeni magunkkal. Mondjuk az előzménye annak, hogy volt sikeres választmányi, volt egy sikeres közgyűlés, és láttuk, hogy működik ez a rendszer. Mit szerettem volna még mondani? Hát elsősorban ugye meg kell, ilyenkor meg szoktunk emlékezni azokról, akik az elmúlt időszakban elhunytak, itt hagytak bennünket, rovarászok. Itt három nevet kell most megemlítenünk, de ezekről már a többség úgyis tud. Tehát az Otto, a Merk Otto, amiről a rovarász híradó is szól, a Papp László akadémikus, és Vojnich András, akinek Orsi ma küldte ki a gyász jelentését. Úgyhogy ahogy szoktuk eddig is, adózzunk az emléküknek egy perc néma csenddel felállva. Köszönöm szépen! És akkor térjünk rá a mai előadásokra. Én megnéztem, hogy Dávid tőlünk 9000 kilométerre van légvonalba. Nem pont 9000, 80 kilométert le kell vonjunk a 9000-ből, de így fel lehet nyugodtan kerekíteni. És hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy mondjam, ez a járványnak az ajándéka számunkra, hogy ő most itt előadást tart, ugye? Mert egyébként eszünkbe nem jutott volna, hogy mit tudom én, az E1-esben felállítsunk egy projektort, és ott adjon elő. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Remélem a többiek is, és alig várom, hogy halljuk az előadását. Úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen elnök úrnak ezeket a kedves szavakat. Akkor egy pillanat türelmet kérek, amíg elindítom ezt a képernyő megosztást. Most, ha igaz, akkor most... Látszik. Mindennek láthatónak kell lennie, ugye? Ez így igen. Most jó. És akkor el is kell, még az órát elindítom. Jól van. Hát akkor tisztelt elnök úr, kedves tagtársak, hát tényleg nagyon megtisztelő, hogy én nyithatom meg a társaság online előadásainak a sorát, és erre az alkalomra egy olyan témát választottam, amire elég ritkán kerül sor a társaság ülésein. A cím alapján nem tudom, hogy ki mire számított, vagy ki miben reménykedett. Ez a téma sajnos az összehasonlító morfológia, úgyhogy kezdjük is mindjárt el, mert elég sok mondani valóm lesz. Talán nem kell túlságosan komikus hatást, ha a rovarok fejének az előső faciális régióját arcnak nevezzük. Ezt az arcot különféle többé-kevésbé elkülönülő szkleritek alkotják. Minden rovarás számára ismerősek ezek a nevek, képeken sárgával jelölt labrum vagy felső ajak, zölddel jelölve a clipeus vagy fejpajzs, pirossal a fronc vagy homlok, és kékkel jelölve a vertex vagy magyarul a fejtető. Ezek a szkleritek a legkülönbözőbb rovarok fején felismerhetők, az ábrákon az azonos színnel az egymásnak megfeleltethető, vagyis egymással homológ szkleritek vannak jelölve a különböző rovaroknál.
Mindjárt itt az elején bocsánatkéréssel kell kezdenem, illetve két bocsánatkéréssel is. Az egyiket amiatt, mert én csak 2 hónapja költöztem ide, és költözés során mind a 2 nyakkendőm elveszett, úgyhogy ezért kényszerülök most nyakkendő nélkül előadni, ami amúgy nem szokásom. A másik pedig amiatt, mert úgy döntöttem hosszas vívódás után, hogy az előadásban végig következetesen a latin eredetű terminusokat fogom használni ezekre a szkleritekre. Ennek az oka az, hogy ezek az idegen eredetű nevek a rovartanban olyan közismertek és olyan közhasználatúak, hogy tapasztalatom szerint a legtöbb magyar rovarász ezeket rutinszerűen használja, és jobban megérti őket, mint a sokkal ritkábban használt magyar megfelelőiket. Illetve azért is célszerűbbnek tűnt a latin eredetű neveket használni, mert az előadásban majd sok velük asszociált képlet, izmok, idegek fognak szerepelni, amik szintén róluk lettek elnevezve, és erőltetettnek éreztem ezeknek is minden külön magyar neveket kreálni. Na tehát az ősi rovaroknál ezeket a szkleriteket jól látható barázdák választják el egymástól. Sok csoportnál megfigyelhető különféle összeolvadása ezeknek a szkleriteknek, amikor is 2 szomszédos szkleritet elválasztó barázda eltűnik. Ilyenkor a szkleritek nem mindig határolhatók le világosan. A felsősorban középen látható egy csótánynak az arca, aminél a Frons és a Kripeus, alatta pedig egy ezüstös pikkelyke, aminél a Vertex és a Frons határoló barázdája tűnt el, és emiatt ezek a szkleritek összeolvadtak. Ennyi bevezető után lássuk tehát, hogy miről fog szólni ez az előadás. Mi a megoldásra szoruló probléma? A fönti 2 kis képen ugyanabban a genuszba tartozó 2 poloskafajnak, 2 szaldulafajnak a fejéről készült vázlatos rajzot láthatunk, 2 különböző cikkből, ott van a hivatkozásuk, a színeket azokat én tettem rájuk utólag. A lenti nagyobb ábrát azt már én rajzoltam abból a célból, hogy összehasonlítassuk rajta a szaldulafajok fejének 4 különböző szerző által közölt interpretációit. A szaldulafajok nagyon hasonlóak, elég nehéz is őket meghatározni, és közöttük a fej alapvető szerkezetében nincsen különbség. Vagyis az ábrák közti különbségek a szerzők eltérő interpretációinak köszönhetők. Láthatjuk, hogy ez a 4 szerző radikálisan eltérő módon interpretálta a poloskák fejének részeit, a szkleriteknek a homológiáit. Különösen a piros színnel jelölt Frons helyzete élesen eltérő. Nézzük meg, hogy Hamiltonnál egész elől az apró rész a Frons, Pericartnál meg a pontszemek mögött az a széles, nagy terület. Aki a poloskákkal kapcsolatos taxonomiai irodalomban tájékozott, annak számára ez a probléma jól ismert. Jelenleg lényegében nincs semmiféle egyetértés a különböző szerzők között a poloskák arcának, különböző szkleritjeinek azonosítása tekintetében. Tehát nincs egyetértés a tekintetben, hogy a poloska arcon hol van a Klipeusz, hol van a Frons, hol van a Vertex. Ennek az előadásnak ez lesz a témája. Megpróbálom egy kicsit körüljárni, hogy közös nevezőre hozhatók ezek a poloska arcok. Megállapítható-e, hogy pontosan mely részek feleltethetők meg a Klipeusznak, a Fronsznak, a Vertexnek, és ha igen, ha megállapítható, akkor hol vannak ezek a részek. Ha lokalizálni akarjuk ezeket a szkleriteket a poloskák fején, akkor először meg kell értenünk, hogy mik is ezek a szkleritek. Hogyan definiálhatjuk őket pontosan, precízen. A jelen egyetlen értésnek az a fő oka, hogy a szerzők úgymond érzésből mondják rá egy-egy részre, hogy ez a Frons, ez a Vertex, és így tovább, különféle homályos kritériumok alapján, mint például, hogy a Frons legyen így a fej elején, nem képezheti egy akkurátus morfológiai interpretáció alapját. A rovarfej annak legkevésbé osult formájában amilyen primitív polineopterán, például valamilyen ortopteroid rovaron tanulmányozható a legjobb, mert ezeknél a szkleritek különféle strukturális elemek, például belső endoszkeletális gerincek, és a fej külső felületén az azokkal asszociált barázdák által világosan el vannak választva egymástól. Ennek megfelelően lássunk tehát először egy ortopteroid rovart, egy tücsköt. Kezdjük mindjárt a Kripeusszal és a labrummal, melyek együtt egy morfológiai egységet alkotnak, amit Kripeolabrumnak nevezünk. Ez a fej előső lebenyszerű része, ott a nyíl mutatja az elhelyezkedését. Ontogenetikai
szempontból a klipeo labdom a rovarfej legproblematikusabb rész. Különleges szervényhez tartozik el, vagy pedig preszegmentális, tehát az első primer fejszervény előtti úgynevezett akronnak a része. A tekintetben jelenleg még mindig mértés, ez a rovar morfológia egyik klasszikus, nagy, megoldatlan problémája. Ez most nem is fontos, mi most elsősorban csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a különböző rovarcsoportok között hogyan homologizálható, nem pedig arra, hogy evolúcióan ered. Nézzük meg, mi van a fejen belül. Láthatjuk, hogy a klípeo labrum az elsődleges szájnyílás előtt elhelyezkedő, a szájszervek által közrezárt, körülzárt kis teret, az úgynevezett preorális kamrát borítja felülről. Preorális kamra az ábrán itt ez a világos zöld PC-vel jelölt rész. A klípeo labrumon eredő izmok a preorális kamra tetején az úgynevezett epifarinxon tapadnak. Figyeljük meg, hogy a klípeuszban két izompár látható. A musculus klípeo palatalis, ez a C1-jel jelölt, kicsit kisebb, és mögötte a musculus klípeo buccalis, C2-vel jelölve. Ez a két izom a rovar alapszabás része. A klípeo labrumot hátulról, tehát a fej töve irányából egy harántirányú barázda, az episztomális barázda határolja. Ez jól látható a foton is és a rajzon is. Azok az élénkpiros karok itt, azok a fej belső vázát, az úgynevezett tentóriumot alkotják. Láthatjuk, hogy a tentórium belülről az episztomális barázdához csatlakozik, és tulajdonképpen a kültakaró betüremkedésének tekinthető, és ahol betüremkedik, ott egy páros kis megnyúlt gödröt látunk az episztomális barázda két szélén, ezek az előső tentóriális gödrök, az ábrán ATP jelölés mutatja őket. Jegyezzük meg, hogy az episztomális barázda tehát hátulról határolja le a klípeo labrumot, vagyis elválasztja azt a fronztól. Irányítsuk most a figyelmünket erre a kicsi sárga struktúrára, ami a középvonalban pont ez alatt az episztomális barázda alatt található, és az ábrán FG jelöli. Mi lehet ez a rész? Ez a rész a frontális dúc, vagy magyarul homlokideg dúc. Ez a frontális dúc az egyik legfontosabb tájékozódási pont a rovar fején, valószínűleg szelvényhatárt is jelöl, hát amennyire sejteni lehet ezt jelenleg. Ugye ez talán széles körben ismert, hogy a tápcsatornának a kezdeti szakasza, ez nem az embrió belső csíralemezéből, tehát az endodermából fejlődik, mint például a középbél, hanem a külső csíralemeznek, az ektodermának a betűrődése. A neve stomódeum, ez a sötét zöld rész, itt a stomódeum. A frontális dúc ennek a stomódeumnak, a hátoldali falának, a kezdeti szakaszának a benövéséből, invaginációjából fejlődik, és emiatt ez a frontális dúc minden rovarnál a definitív szájnyílás helyzetét, tehát a stomódeum kezdetét jelzi, ahhoz nagyon közel található. Itt ezen a kis rajzon látható, hogy a rovarok központi idegrendszerének az agyszerű részével, az agydúccal, vagy más néven garat feletti dúccal, az ábrán SPG jelöl, két oldalról U formában a páros homlokideg törzsek kötik össze. A frontális dúca homlokideg törzsekkel együtt, így U alakban, két páros izomcsoportot határol el egymástól. Itt most csak a baloldaliak vannak berajzolva, a jobboldali ellenpárjuk az ellet hagyva az ábráról. Közülük az előső izompárok a klípeus izmai, amik a preorális kamrát tágítják, ez a világos zöld a preorális kamra. Ezekről az előbb már volt szó, ezek a musculus klípeo palatalis és musculus klípeo buccalis. Ezeket a nervus klípeo labralis, ez itt, és a nervus frontalis idegzik. A hátulsó izompárok, amik a homlokidegtörzs mögött találhatóak, azok már a stomódeumon tapadnak, ezen a sötét zöld eljelölt stomódeumon, és általában a nervus recurrens vagy a nervus tegmentarius idegzitet. Térjünk most már rá a fronzra. A klípeusszal ellentétben a fronz az embrió fejének posztorális részeiből fejlődik. A rajta eredő izmok a stomódeum hátoldali falán tapadnak. A rovar alapszabáshoz két pár frontális izom tartozik, a musculus frontobuccalis anterior és a musculus frontobuccalis posterior. Az ábrán F1-jel, itt F1-jel és F2-vel vannak jelölve. Ezek azok az izmok, amiket az előbb említettem, hogy a frontális dúc és a homlokideg törzsek mögött haladnak. Az is jól ismert, hogy a rovarok fején legfeljebb három pontszem lehet, egy pár kicsit hátrébb, és egy páratlan valamivel azok előtt a középvonalban.
ez a páratlan mediális pontszem, ha jelen van, mindig a frontszon található, ezért szokták sokszor frontális pontszemnek, vagy frontális oceánusnak nevezni. Végül a vertex. A vertex a gnatocefalon hátoldali falát képviseli. A gnatocefalon ugye a fejnek az a része, amelynek a szervényei a szájszerveket alkotó módosult végtagokat viseli. A lárvák fején található egy vedlési varrat. Ez egy előre meghatározott, elvékonyodott vonal, amely mentén a kutikula a vedlés során fölhasad. Ennek két része van. Hátul a koronavarrat itt a középvonalban halad, aztán elő villásan elágazik két frontális ágra, mint azt a kék vonal mutatja a fotón. A frontális ágaknak a lefutása az nagyon változatos. Haladhatnak a csápok között, vagy a csápoktól laterálisan is. Ezek az ágak morfológiai jelentőséggel nem bírnak. A koronavarrat azonban, ami a vertexet két félre osztja, az már egy fontos tájékozódási pont, mert az előső vége, ahol belőle a frontális ágak kiágaznak, az kijelöli a vertex előső határát. És hát egyszer, mint a front hátulsó határát is, ugyanarról beszélünk, ugye. A vertexen nagyrészt a szájszerveket mozgató izmok tapadnak, hiszen ugye mondtuk, hogy a gnatocefalon hátoldali fala a vertex. Az oldalnézeti rajzon ez a hatalmas rózsaszín terület itt a fejtetőn, az a rágokat távolító izomnak a tapadási felülete. A sztomódeumnak a hátoldali felületéhez csatlakozik még a szintén vertexen tapadó páros musculus verticofaringealis. Ez oldalnézeti képen ez a kis keskeny V betűvel jelölt izompár itt az ajtóc mögött. És ennek a musculus verticofaringealisnak a megléte szintén a rovar alapszabás része. Miután megismerkedtünk a polineoptera fej alapszabásával, térjünk rá most a paraneopterára, ahova a poloskák is tartoznak. De ne a nagyon módosult poloskákkal kezdjük a búvárkodást, hanem kezdjük inkább a paraneoptera csoport legprimitívebb, vagy pontosabb szóhasználattal leginkább generalizált, legkevésbé módosult képviselőivel, ezek a fürgetetvek. A fürgetetvek arcának a közepén mindig található egy nagy, kitüremkedő, kidudorodó, domború lemez, a piros nyíl mutatja itt a fotón. Mi lehet ez a lemez? Itt most egy egész picit csalok, mert a fotó és a rajz az nem ugyanarról a fürgetetű fajról készült, de ez a téma szempontjából nem okoz problémát. Boncolással kideríthető, hogy ennek a kidudorodó lemeznek a belsejét két pár izom foglalja el, melyek annak a belső falán erednek. Egy hatalmas hátulsó pár itt, és egy sokkal kisebb előső pár. Mindkettő az epifarinxon tapad, ezen a világos zölddel jelölt epifarinxon, mégpedig közvetlenül a frontális dúc előtt. Ezt a kidudorodó szkleritet különböző szerzők különféleképpen interpretálták, különféleképpen homologizálták. Bal oldalt látható a tücsök, jobbra pedig a fürgetető három különböző interpretációja. Matsuda úgy érvelt, hogy ez a kidudorodó szklerit nem preorális, vagyis nem a definitív szájnyílás előtt található, hanem nagyrészt mögötte, ez egyébként igaz is, tehát ez nem lehet szerinte a klipeusz. Következésképpen akkor szükségszerűen a fronc, ugye? Mert ha nem a klipeusz, akkor a fronc, mert az van a klipeusz mögött. Duport, itt a második ábrán, úgy okoskodott, hogy a szklerit vegyes eredetű. Az előső része a klipeuszból, hátulsó része meg a froncból származik. A két rész határát pedig az előső tentoriális gödröket összekötő haránt irányú elméleti vonal jelöli ki, mint hogy a tücsök fején is az előső tentoriális gödröket összekötő haránt irányú episztomális barázdal határolt el a klipeuszt a fronctól. Mind a két teória nagyon bonyolult és valószínűtlen evolúciós változásokat feltételez. Ha bármelyik a kettő közül igaz, az azt kell, hogy jelentse, hogy a klipeusz izmainak egy része át kellett, hogy tapadjon a klipeuszról a froncra. Tehát egy preorális részről egy posztorálisra. Nem világos, hogy ez hogy történhet meg, milyen mechanizmussal. Morfológiai megfontolások alapján ez nem is nagyon tűnik lehetségesnek. Ezzel szemben Badonnel, itt a jobboldali interpretációnál, és vegyük mindjárt azt is észre, hogy ő volt a három közül a legkorábbi szerző, azt feltételezte, hogy ez a kidudorodó szklerit a megnagyobbodott klipeusz. És az azt hátulról lehatároló barázda,
az egyszerűen a jól ismert episztomális barázda, ami hátrafelé görbül. Pont amiatt, ugye, mert hogy a kripeusz megnagyobbodott. Badonnel interpretációja nyilvánvalóan a legparszimónikusabb, a leginkább takarékos hipotézis. Nem feltételez mindenféle komplex és valószínűtlen translokációkat, nem feltételezi, hogy izmok tapadása preorális területekről posztorális területekre váltson át, ugye ez önmagában már elég gyanússá tesz bármiféle elméletet, hanem pusztán allometrikus változásokkal operál. Minden marad a helyén, megmaradnak a szkleritek és a hozzájuk csatlakozó izmok kapcsolatai. Egyetlen dolog változik, a szkleriteknek és az izmaiknak a mérete. Viszonylagos mérete. A kripeusz izmai megnőnek, funkcionális okok miatt, táplálkozással összefüggő okok miatt, és emiatt a velük asszociált külső kutikuláris területek, vagyis maga a kripeusz, mint szklerit, megnagyobbodik. És ez a megnagyobbodott kripeusz az episztomális barázdát úgymond hátra nyomja. Tehát az episztomális barázda már nem harántirányú többé, hanem íves. Ezek után tekintsünk most már egy hemipterát, de még mindig ne poloskát, legyen inkább egy kabóca. Ezeknek is mindig egy hatalmas, kidudorodó szklerit van az arca közepén. Felbontva láthatjuk, hogy ennek a szkleritnek a belső viszonyai, izomzata lényegében megegyezik a fülke tetejével. Ott van a szklerit belsejében a két pár izom, itt az előső pici pár, és a hátulsó hatalmasra növekedett izompár, és nyilvánvaló, hogy a fürgetetőhez hasonlóan a kabócák fejének ez a középső szkleritje is, a kripeusznak feleltethető meg, a kripeusszal homoló. A kripeusz hátrafelé történő megnövekedése már a fürgetetveknél is a fronsz kárára történt, a kabócáknál pedig a fronsz még tovább redukálódik. Vegyük észre, hogy a fürgetetveknél ugyan még mindig megvolt a fronsz két pár izma, ez a musculus frontobuccalis anterior és posterior, az ábrán F1-jel, F2-vel jelölve. A kabócáknál viszont már csak egy pár frontobuccalis izom van, amit az ábrán F betű jelöl. Egyébként ez úgy tűnik, hogy minden hemipteránál így van. Hogy ez az egy pár izom, az hogyan vezethető le? Tehát, hogy ez most az alapszabáshoz tartozó két izom közül az egyik, mert hogy a másik eltűnt, és a kettő közül pontosan akkor melyik tűnt el, és melyik maradt meg, vagy esetleg a két izom összeolvadt egyetlen párrá, az nem világos, nem nagyon kideríthető, de ez nem is túl fontos. A lényeg, hogy a hemipteránál a fronsz erős redukciójával összefüggésben mindig csak egy pár frontobukkális izom van jelen. Nézzük meg ugyanezt egy oldalnézeti rajzon, bal oldalt a tücsök, mellette a fürgetető, jobbra meg a kabóca. Figyeljük meg, hogy a kripeusz lépésről lépésre megnagyobbodik. A kripeobukkális izom, ami a tücsöknél még viszonylag kicsi volt, a fürgetetőnél és főleg aztán a kabócánál meg hatalmasra nő. És ennél a két paraneoptera fajnál, aki kezdetben még harántirányú episztomális barázda, az erősen hátratolódik, emiatt a fronsz itt fölöttük az kicsi, redukál. De vegyük észre azt is, hogy a frontális dúc, ez az apró kicsi frontális dúc, ez sárga színnel és FG-vel jelölve, az kivétel nélkül mindig a kripeobukkális és a frontobukkális izmok között van. Azokat elválasztja. Izmok nem lépnek át a frontális dúcon. Nem váltanak át a homlokideg törzs egyik oldaláról a másik oldalára. Minden változás, ami történik, allometrikus változás. A részeknek csak a mérete változik, a kapcsolatai megmaradnak. Hát ezek után most már nem csigázom tovább az érdeklődést, jöjjön már végre, amit mindenki várt, a poloskák. Mi a helyzet a poloskákkal? Ha összehasonlítjuk ezt a jobboldali poloskát a kabócával, láthatjuk, hogy pusztán annyi történt, hogy a poloskáknál az arc elsődleges kutikuláris barázdái és belső szilárdító elemei eltűntek, még nyomaik se nagyon maradnak meg. Minden fejlődési stádiumban eltűntek, és emiatt az arc szkleritjei, lemezei lehatárolhatatlanul összeolvadtak. A határaik nem ismerhetőek föl többé. Ez a félreértések fő forrása. Emiatt nincs konszenzus a szerzők között a szkleritek lehatárolásában, mert hogy az elválasztó elemeik eltűntek. De ha az izomzatot tekintjük, akkor már is felismerhetőek a homológiák, és láthatjuk, hogy a poloska feje a kabóca fejével lényegében megegyező, és nyilvánvalóan azzal homológ izomzattal rendelkezik.
A poloskák arcának ez a középső része, tehát homológ a kabócák arcának középső, kidudorodó, de barázdával még világosan lehatárolt részében, pusztán a poloskáknál ez a lehatároló barázda eltűnt. Az episztomális barázdáról van ugye szó. A poloskák arcának középső része, emiatt a klípeusszal homológ, emiatt nem lehet másképp nevezni, mint klípeusz, még akkor is, ha körülbelül azon a helyen található, mint a tücsök arcán a fronc. Na, eddig a fejnek azokra az izmaira koncentráltunk, melyek a tápcsatornával dorzálisan asszociáltak. Egészítsük most ki ezt néhány további izommal. A klípeális és a frontális izmok mellett rajzoljuk rá a csápizmokat. Ezek a generalizáltabb tentóriummal rendelkező rovaroknál általában a tentóriumon tapadnak, de a poloskáknál a tentórium hiányzik, a csápizmok emiatt a fejtokhoz csatlakoznak. Rajzoljuk rá tovább a rágókat, közelítő és távolító izmokat. Ugye a rágók és az állkapcsok minden hemipteránnál rendkívül hosszú és vékony úgynevezett szúróserték kialakultak. Ezeket világos kék szín jelöli az ábrán. Az idegrendszer a sárgával lett berajzolva. A hatalmas agyduc az jól látható. Keressük meg előtte kicsit ezt a frontális dúcot, és az agydúchoz kötő páros homlokidegtörzset, és vegyük észre, hogy ezek egy pár keskeny izmot vesznek körül. Az ábrán, mintha V betűt formálnának itt középen. Ez az izompár a helyzetéből és beidegzéséből következően nem lehet más, mint a rovar alapszabáshoz tartozó frontobukkális izom, ami a hemipterában redukált, két pár helyett csak egy pár van belőle. Jobbra pedig itt egy vázlatos rajzot láthatunk alul. Itt az izmokat már nem rajzoltam ki teljes egészében egyenként, csak azoknak a tapadási felületeit rajzoltam rá a fej külső vázára, kvázi mint egy térképre. A klípeusz izmainak a tapadási felületei, amit itt C1 és C2 jelöl, azok sötétzöldek, és körülöttük az a világos zöld terület, az az elméleti klípeuszt, vagyis a klípeusszal homologizálható szkeletális területet jelzi. A fronc keskeny kis izompárjának, amit F betű jelöl, itt sötét piros színnel van lerajzolva a tapadási felülete, és körülötte világos piros terület jelzi azt az erősen redukált froncot, aminek ez a kutikuláris szkeletális terület feleltethető meg. A lárvának a vedlési varrata az imágokon nem látszik a poloskáknál, de a helyzetüket utolsó stádiumú lárvák vizsgálata alapján tanulmányoztam, és a körülbelüli helyzetüket az imágó fejére utólag szaggatott vonallal rárajzoltam. Szerencsére a poloskák kifejléssel fejlődnek, úgyhogy az idősebb lárváknak a feje alig különbözik az imágóétól. Lilával vannak jelölve a csápmozgatóizmok, a frontális dúcit középen sárgával. Később majd ilyen egyszerű ábrákon fogjuk összehasonlítani a különböző poloska csoportok arcát, ezért mutatom ezt be ilyen részletesen. Ugyanezt fotón, oldalnézetben is megnézhetjük ezen a közel szagittális síkban, illetve hát attól egy egész picit jobbra elmetszett preparátumon, és jól látható ezen az összes struktúra, amiről eddig beszéltem. Könnyen megtalálható ez a hatalmas agydúc, belőle kiindul a homlokidegtörzsnek a jobb oldali ága, ami elől a frontális dúchoz csatlakozik. A homlokidegtörzs, mint egy kar öreli körül ezt a frontobukkális izmot, ami F-fel van jelölve, előtte pedig a klípeobukkális C2 és klípeopalatális C1 izmok láthatóak, amelyek a preorális kamrának a dorzális falához csatlakoznak, és ezt a kamrát tágítják. A klípeopalatális és klípeopalatális kettő izmokkal asszociált vázelemek, ezek itt, azok a klípeusz részei. Láthatjuk, hogy ezek az arc hatalmas többségét elfoglalják. A frontobukkális izompárral asszociált területek, azok pedig a froncnak felelők meg. Ez egészen pici, redukált rész itt a fejtövéhez közel. Mögötte pedig a vertex az előhát belsejébe mélyen be van húzva. Összegezzük most már, amit eddig kiokoskodtunk, és tekintsünk néhány elméleti megfontolást. Először is, mi volt az oka Matsuda és Duport furcsa, általunk most már tévesnek ítélt interpretációinak? A probléma abból adódott, hogy ők a klípeusznak ahhoz a definíciójához ragaszkodtak minden határon túl, miszerint a klípeusz a fejnek a preorális,
tehát a definitív szánnyílás előtt fekvő része. Na már most a Clypeus, ahogy az ábrán látható, minden paraneopteránál erősen megnagyobbodik, és így topográfiailag részben posztorálissá válik. Ez azonban nem módosítja a Clypeusnak a többi fejrésszel való morfológiai kapcsolatait. Az izomzata, ha topográfiailag részben vagy akár nagyrészt posztorálissá is válik, morfológiailag mindig preorális marad. Az ábrán jól látható, hogy a generalizált rovarfejen, a tücsök fején bal oldalon a morfológiailag preorális részek, amiket zöld nyíl és M betű jelöl, topográfiailag is preorálisak. Ezt a piros nyíl és a T betű jelöli. A morfológiai és topográfiai preorális területek tehát egybeesnek. Paraneopteránál a topográfiai és a morfológiai preorális irányok elválnak egymástól. A piros és a zöld nyilak különbségeit tessék nézni. A Clypeus morfológiailag továbbra is preorális, de topográfiailag már nagyrészt posztorális, vagyis nagy része a piros nyíl töve mögé tolódott. A homológiák feltárásánál azonban csak a morfológiai kapcsolatok érdekesek. Hogy mi mekkorára nő és hova tolódik, az másodlagos. A jobb felső sarokban tessék megnézni azokat a kis sárga boxokat. Matsuda és Duport ott követte el a fő hibát, hogy az elején posztulálta, hogy a középső szklerit az a fronts, a topográfiai helyzetére alapozva. És ebből vezette le az izmok homológiáit. Nem csoda, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy az izmok itt szelvényeket átlépően váltottak tapadást. A helyes módszer, hogy a fej vázelemeit és a velük asszociált izmokat egy morfológiai egységnek tekintjük, és mint egységből kiindulva tárjuk fel a homológiáit. Ejtsünk néhány szót most a frontobukkális izompárról, mert ezt az izmot poloskáknál eddig kivétel nélkül minden szerző félreértette. Mint láttuk, a frontális dúc és a homlokideg törzsek kivétel nélkül a preorális, klipeobukkális és a posztorális frontobukkális izmokat választják el egymástól. Ezek az izmok teljesen más fejszervényekhez tartoznak, a helyzetük nagyon konzervatív, nem lehetséges szervények közötti áthelyeződés. A frontobukkális izom, amit Parsons mellékelt ábrain a 17A jelölés mutat, poloskáknál a fronts redukciója miatt mindig nagyon keskeny. Emiatt korábbi szerzők egyöntetűen az előtte lévő hatalmas méretű klípeobukkális izom részének vérték. Ugye ezt a klípeobukkális izmot a 17-es szám jelöli az ábrán. És megjegyezték, hogy milyen érdekes, hogy a frontális dúc az a klípeobukkális izomnak az utolsó néhány izom rostja elé van beékelődve. Valóságban erről természetesen szó sincsen. A frontális dúc nem ékelődik be semmiféle izom belsejébe, közepébe, ilyen beékelődés nem is lehetséges. Itt két teljesen független izomról van szó, még akkor is, hogyha az egyik nagyon keskeny. Ugyanezt megnézhetjük a közismert víziskorpió fején is, fotóformájában. Ez a keskeny kis F-izom, a frontobukkális izom, ez nem a C2-vel jelölt klípeobukkális izom része, hanem egy teljesen független eredetű izom. Végül néhány szót ejtsünk arról, hogy az utóbbi években elkezdett divatba jönni az, hogy a poloskafej középső lemezét, ezt a középső lemezt fronsznak hívják a szerzők. Egy eklatáns példa Spangenberg és munkatársainak egy 2013-as itt idézett morfológiai cikke. Ez a terminológia azonban bármiféle alapot nélkülöz. Ha a poloskák fejének a középső része, ez a középső rész valóban a polineoptera és a többi rovarcsoport frontszával homolog, az nagyszámú, rendkívül valószínűtlen evolúciós változást jelent. A Clypeus izmainak a frontszra, az izmainak a vertexre kellene áttapadniuk, nincs rá bizonyíték, hogy ilyen egyáltalán megtörtént. A lárva vedlési varratának a vertex előső határról annak a közepére kéne áthelyeződnie, és így tovább. Ezek mindegyike olyan változást jelentene, ami a poloskák esetében egyedülálló lenne, nem csak a paraneopterán belül, de az egész rovarvilágon, az összes rovaron, sőt a hexapódán belül is. Ha azonban azt feltételezzük, hogy a középső szklerit, az a megnagyobbodott Clypeus, ami megtartotta a rovar alapszabásra jellemző izomzatát, akkor semmi szükség arra, hogy ilyen egzotikus feltételezéseket tegyük. Foglaljuk most már össze egyenként, amit a poloskarc említett részeiről tudunk. Kezdjük a felső ajakkal.
ez minden hemipteránál erősen leegyszerűsödött, és elvesztette a teljes izomzatát. A morfológiáját részletesen tárgyalta néhány éve elhunyt cseh poloskász Pavel Stis, ezért itt ne is menjünk bele részletekbe, hanem lépjünk már is tovább a Klípeuszra. A Klípeusz a poloskáknál megtartotta a polineoptera alapszabáshoz tartozó izomzatát, mely két páros izmot jelent, a musculus clipeo palatalis és a musculus clipeo buccalis. Azonban a Klípeusz hátrafelé jelentősen megnövekedett, megnagyobbodott a front rovására, ez egész paraneopterára, mint csoportra jellemző szinapomorfia. A Klípeusz izmai, vagyis a klípeopalatális és a klípeobukkális izmok a nepomorfa csoportban, vagyis a vízipoloskáknál sajátos, csak is erre a csoportra jellemző átalakuláson mennek keresztül. A botpoloskáknál és a tutajpoloskáknál, a poloskák legősibb családjai, megőrzik az ősi állapotukat. Itt a bal felső ábrán a Diplonychus nevű tutajpoloskát tessék nézni, láthatjuk a C1 és C2 izmokat. Ezeket leszámítva azonban minden más családban a Klípeusz izmai több másodlagos izompárra hasadnak. Diplonychus alatt a Geladénél, a Nertránál a C1 az két másodlagos izomra hasadt, itt lehet látni ugye. Jobb oldalon pedig a hanyattúszó poloskánál mind a C1, mind a C2 pedig két másodlagos izompárra bomlott. Ennek az az oka, hogy ezeknél a családoknál ezek az izmok a tápcsatorna kezdeti szakaszában található szűrő berendezést mozgató komplex izompumpává alakulnak, és nagyon összetett mozgásokat végeznek. Itt látható ennek a szűrő berendezésnek a hosszmetszeti képe a bal felső sarokban, és Margaret Parsons rajzain láthatjuk, hogy hogyan hasadnak fel az izmok. Ugyanezeket a csoportokat én is felboncoltam, és lényegében ugyanezeket találtam, de én az izmok homológiáit egészen másképpen interpretálom. A részletekkel most nem kívánom terhelni önöket, csak azt figyeljük meg, hogy a buvárpoloskáknál, tehát a Corixidae családban sokszor még a frontobukkális izom is felhasad. Itt az F részábrán ez a piros nyíl mutatja. Tehát ezeknél két pár frontobukkális izom található, hasonlóan a polineopterához és a generalizáltabb paraneoptera csoportokhoz. De ez a hasonlóság csak látszólagos. Ugye a primitívebb paraneopteráknál ez az állapot, már mint a két pár frontobukkális izom megléte, az egy ősi örökség, melyet a Fronz a paraneopteránál mindig redukált, mivel a hátratolódó Klípeusz foglalja el az arc nagy részét, és ez a redukáltság a poloskáknál érje el a legszélsőségesebb, mondhatni legdrámaibb mérték. Köztudott, hogy a poloskáknak mindig legfeljebb egy pár pontszemük van, bár sok csoportban még ez az egy pár is hiányozhat. Frontális pontszemük viszont soha nincsen, egyetlen poloska családban sem fordul elő. A frontális pontszemek univerzális hiányának az oka pont, hogy a fronz erős redukciója. A fronz redukciója következtében az eredetileg két pár frontobukális izom helyett a poloskáknál mindig csak egy pár található, kivéve ugye a búvár poloskákat, amiről pont az előbbi dián volt szó. A fronz redukciója a vízfelszíni szemiakvatikus poloskáknál, tehát a molnár poloskáknál és rokonaiknál érje el a legszélsőségesebb mértéket. Ennél a csoportnál a frontobukkális izmok teljesen hiányoznak, és ezeknél a fronz nem is definiálható. De persze úgy okoskodhatunk, hogy az elméleti fronz az egyfelől az izmok által definiálható Klípeusz mögött, másfelől meg a rágok távolító izmai és a vedlési varrat alapján szintén definiálható vertex előtt kell, hogy elhelyezkedjen. Ez a kettő által közrezárt kis elméleti apró terület. Egy külön diát érdemelnek a címeres alkatúak, vagyis a pentatomoidea család sorozat. Ezeknél a fronz mindig nagyon erősen a fejtöve irányába tolódott. Olyan erősen, hogy a lárva vedlési varratának a szagittális szakasza az extrém módon megrövidült, vagy sokszor gyakorlatilag hiányzik.
A Vertex a középvonalában megrövidült, és a két parietális lemeze teljesen el van egymástól választva, mert közéjük előről benyomul a Fronz meg a Kripeus. A Fronz ilyesfajta helyzetváltozása már a legősibb címeres alkatúaknál, a Magyarországon elő nem forduló urosztilidide családon is jól kifejezett, jól észrevehető. A Kripeobukkális izom a pontszemek közé nyomul, mint azt a rajzon ábrázolt urokhélánál láthatjuk. A csoport többi családjában pedig még sokkal extrémebb. A Kripeobukkális izom az hátrafelé messze túlér a pontszemeken, és megközelíti a fejtövét. Ezen a paraszagittális síkban elmetszett címeres poloska fején is jól lehet látni, hogy a frontobukkális izom tapadási helye, vagyis a fronc milyen szélsőségesen tolódott hátra a fejtövére. A vertexről végül néhány szó. A poloskák nagy részének jól fejlett vertexe, valahol egymást függetlenül redukálódik, mint azt az előbb már láthattuk. Más csoportoknál viszont, és pedig főleg olyan ragadozó életmódú családoknál, mint a rablópoloskák, tolvajak, vagy az enikocefalidé család, éppen hogy erősen megnövekedhet, meghosszabbodhat, és az előtor előtt nagy rész szabadon látható. A poloskák nagy részénél a musculus verticofaringalis hiányzik, de néhány független genusznál megvan, például néhány rablópoloskánál, mint itt a baloldali ábrán ez a piros nyíl mutatja, vagy néhány varagypoloskánál, ezek a Gelastocoridae család, talán néhány bodobácsnál is megtalálható. Úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet semmiféle értelmes mintázatot felfedezni a családokon belüli előfordulású tekintetében. És három dia van még hátra. Az utolsó három dián röviden ejtsünk arról szót, hogy hogyan alkalmazhatóak ezek az eredmények a leíró taxonómiában. Tehát magyarán, hogy hogyan nevezzük el a részeket egy faj leírásban. Először is, mivel a poloskáknál a Kripeus, a körülötte elhelyezkedő genális területek és a Fronz soha nem határolható le teljes pontossággal, mert az azokat elválasztó barázdák eltűntek, pontosabb Kripeus helyett inkább kripeális területekről, Fronz helyett frontális területekről beszélni. Azoknál a csoportoknál, ahol egy jól kifejezett benyomódás vagy behúzódás van a szemek között, vagy közvetlenül a szemek mögött, mint például a rablópoloskáknál, vagy az előbb már említett enikocefalidé családban, ami az ábrán is látható, ott a fronc mindig ennek a benyomott résznek a közepe táján található, emiatt ezt a benyomott részt lehet, benyomott részt, vagy legalábbis annak a közepét lehet frontális területnek nevezni. Ha hasonló, jól kifejezett benyomódás nem található a szemek között, ezért a fronc helyzete nem állapítható meg egyértelműen, akkor indokolt frontoklipeuszról beszélni. A nagyméretű kripeális izmok, elsősorban a kripeobukkális izmok helyzetét sokszor elég könnyen meg lehet becsülni az alapján, hogy a tapadási területükön kívülről valamilyen kidudorodást, vagy finom, benyomódott ilyen hegszerű kutikuláris vonalakat, vagy pigmentált foltokat, néha egész határozott sávos mintázatot lehet látni, gondoljunk például egy ligusznak az arcára. Ha lárvák is rendelkezésre állnak, akkor a vedlési varrat lefutása segített kijelölni a frontokripeusz és a vertex határát, egyébként pedig hát boncolni kell. Végül, ahol nem igen van semmit, ami a tájékozódást segíthetné, ott használhatunk ilyen szélesen inkluzív leíró terminusokat, mint például a frontokripeális területeknek, a vertexnek, meg a környező protocefalikus területeknek a teljesen összeolvadt egységét, hívhatjuk például úgy, hogy szinkránium, kifejezve, hogy ez egy ilyen egységes fejtok, egységes koponya, vagy mondjuk a szemek közötti területet, amit hátulról a vedlési varrat határol le, hívhatjuk, hogy metopikus terület, és még kitalálhatunk ilyeneket. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, az egész problémakört figyelmen kívül hagyhatjuk, és teljesen deskriptív kifejezéseket használhatunk, mint például a szemek közötti rész, szemek mögötti rész, pont szemek előtti rész, és hasonlók. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint ötletszerűen rámondani egy-egy részre, hogy akkor ez a fronc, amit sajnos olyan sok szerző csinál, különösebb gondolkodás nélkül. És a végén nem maradt más hátra, mint köszönetet mondani Sziráki György taktársunknak az értékes és pontosan határozott fürgetetű példányokért, amelyeken a rajzok egy része alapult, néhány további kollégának más fontos példányokért,
Kocor Sándor előadásszervező titkár úrnak a megtisztelő felkérését, és minden kedves hallgatónak a türelméért és figyelméért. Köszönöm szépen! Oké. Jó, és most visszavárt. Cset, kérdés volt? Most akinek van most, köszönjük szépen, Dávid, az előadást. Még nekem is, egyáltalán nem vagyok képbe a témában, hogy teljesen közérthető volt, és lekötött szintén szóval, úgyhogy tök jó. Van valakinek kérdése? Mert chatben itt nem jött. De üzenik, hogy nagyon érdekes volt, és köszönik szépen. Én köszönöm. Esetleg, aki most esetleg föl tudja tenni a kezét, ha az emotikonnal, amit mondtam, vagy szólaljon meg, mert... Én megszólalok, Adrián vagyok, nagyon szép előadást. És hát egy kicsit otthon is érzem magam, mert hát itt szó esett az agyról, meg ducokról, meg izmokról, úgyhogy hát ez így számomra különösen értékes, meg érdekes volt. Hát a morfológiához hát az sajnos úgy nem értek, de hát viszont így, hogy a, mondom, kapcsolódott a belső anatómiai egységekhez, ez nekem nagyon klassz volt, mert hát ilyesmit azért ugye ritkán hallunk, ezt tudjuk. Úgyhogy köszi szépen, és nagyon érdekes volt, meg nagyon szemléletes. És ott hány van most? Itt most 11, éjjel 11. Igen, hát azt szeretném erre mondani, mondtad, hogy ilyen előadást, ilyen morfológiai előadást ritkán hallunk. Valóban sok ember úgy gondolja, hogy ez a klasszikus morfológia, hogy boncoljuk fel, nézzük meg az izmokat, ez 100 éve lezárult, mondjuk Snodgrass-szal a 30-as években, kevés felfedezni való van, de ez egyáltalán nincs így. Látható, hogy nagyon sok egészen alapvető terület esetében, egészen alapvető részek esetében teljes félreértés, zavar van, úgyhogy még nagyon is van tere az ilyen klasszikus poncolós morfológiának, összehasonlító morfológiának, és nem véletlen az sem, hogy például Németországban a terület jelenleg egy reneszánszát éli, egy második világkorát. Ralf Beutel nevű morfológus, és körülötte kialakult egész iskola, számos hasonló ilyen morfológiai cikket publikál, mikrotomográfia is nagyon megdobta, segíti ezt a területet mostanság, úgyhogy én úgy érzem, ez egy érdekes, izgalmas és tanulmányozásra méltó terület. Teljesen egyetértek, úgyhogy köszönjük még egyszer. Elnézést, lehet, hogy nagyon hibás kérdés, de gerinceseknél, meg úgy emlősöknél ugye van, tudjuk azt, hogy létezik az, hogy az egyetfejlődés valamelyest kicsit úgy ismétli bizonyos lépéseit a törzsfejlődésnek, hogy rovaroknál van ennek a megközelítésnek olyan szinten létjogosultsága, hogy mondjuk, mit tudom én, a különböző lárvastádiumokat, vagy akár a lárvastádiumokat is akár naponta felszeletelve lehet-e igazolni azt, hogy mondjuk egy izom hasad, nem hasad, hogy alakul ki? Ez egy nagyon érdekes, már maga az a állítás, amivel kezdted a hozzászóláshoz, hát ugye ez a Haeckel törvény, ez, hogy az egyetfejlődés ez egy kicsiben megismételt törzsfejlődés, már maga ez egy érdekes kérdés, ugye ezt ma nem gondoljuk így, hogy ez igaz lenne. Tehát ezt a tételt azért a mai biológia elveti, de ennek ellenére rengeteg helyen még mindig felfedezhető, hogy bizonyos értelemben, bizonyos esetekben van ebben némi igazság. Ugye például a garattasakok a gerinceseknél, amik a halaknál a kopoltyúkkal homológok, az emlősöknél egy csomó mandulák, meg mindenféle ilyen belső fülkült, meg hasonlók alakulnak belőle. A rovaroknál is van ilyen. Például nagyon sok rovar esetében megvan az, hogy a bizonyos testrészekben, például mondjuk a potroknak a belső ilyen dorzoventrális izmait, ha tekintjük, akkor a lárvák esetében több izom van jelen, mint az imágóknál.
Elsősorban a kifejléssel fejlődő rovaroknál van értelme ezt összehasonlítani, mert ott kicsi a különbség az idősebb lárvák meg az imágók között. Amit az imágón látunk, az egy levezetettebb állapot, mert az utolsó vedlés során, az utolsó stádiumú lárvából imágóvá való alakulás során, ott bizonyos izmok felszívódnak. Ha olyan imágót tudsz elcsípni, ami nemrég vedd le, tenerális, meg nem keményedett, ilyen puha, friss imágó, ha azt frissibe felboncolod, ott még megtalálod benne azt a két vagy három pár izmot, ha egy nappal később boncolod fel, akkor ott már csak egy pár izmot fogsz találni, mert a többi az felszívódott. Ilyen értelemben valóban a lárvák sokszor egy ősibb állapotot őriznek meg, és sokszor lehet a lárvák alapján is spekulálni, hogy milyen lehetett az őse annak a csoportnak. Így van. Tehát amit mondasz, amire rákérdeztél, az bizonyos esetekben valóban megfigyelhető. Köszönöm. Van még kérdése valakinek esetleg? Ez egy jó kis feltevés volt hozzá. Chatben még továbbra sem érkezett semmi. Akkor úgy látom, nincsen több kérdés. Nagyon szépen köszönjük, Dávid, és nagyon örülök, hogy tudtál végre így előadni. Én is nagyon örülök, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy itt lehet.